Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól, június 1-ére, 2-ára és június 3-ára. Én most így a háttérben vagyok, mert 2 nap óta magas lázam van, az ágyban fekszem, és megfáztam, illetve influenzás vagyok. Remélem, hogy a napokban javul a helyzet, és akkor megjelenek újra személyesen a képernyőn. Amire felhívnám még a figyelmeteket, hogy minden hónap végén megjelenik egy ingyenes hírlap, amit megrendelhettek. Ezekben a hírlapokban mindig van egy havi téma, azon kívül egy havi angyal, asztrológiai előrejelzés, és akik megrendelik ezt az ingyenes hírlapot, minden hónapban kapnak egy jóslást asztrológiával fele áron. Ez megrendelhető e-mailen keresztül. Az e-mail címem dendera.medici@gmail.com. Most megvan nálad az a kívánság, hogy valamit tisztázz a párkapcsolatot illetően, hogy beszélni tudj a pároddal, vagy valamit szeretnél rendezni, ami a családodat illeti. A probléma az, hogy nem figyelnek oda rád. Nem hallgatják meg azt, amit te közölsz, illetve közölni szeretnél. Légy most kicsit visszahúzódó. A következő napokban javulni fog a helyzet. A napokban kell számodra az életerő, hiszen be kell, hogy bizonyítsd magadat különböző életterületeken. Az lehet a hivatásod, lehetnek a családi kapcsolatok, ismerősök, vagy lehet a párkapcsolat is. A szerelemben megvannak nálad az álmok, a vágyak, az elképzelések. Nem csak te álmodozol, hanem ő is gondol rád. Van köztetek egy lelki kapcsolat. Ami viszont a jelent és a jövőt illeti, másképp fognak alakulni a dolgok, ahogy te tervezed, amiről te álmodozol, de minden jóra fordul. Aranyeső hullik, és az jelenti azt, hogy lesz pénzbevétel vagy nyeremény, de lesznek kiadások is. Hiszen szeretnél valamit megszépíteni az otthonodban, és vásárolni fogsz szép dolgokat. Azt is jelentheti, hogy valakit megajándékozol a családban, és ez is pénzbe kerül. Ami a munkádat és a hivatásodat illeti, itt vannak magas célok, erre utalnak itt a hegyek, és megvan arra a lehetőség, hogy eléld a céljaidat. Az is lehet, hogy már most kapsz egy jó ajánlatot. Egy utazás vagy egy nyaralás előnyös lehet számodra. A mai napon a hold az Artra holdházban van, ami lefordítva nedvességet jelent. Itt kitisztul valami, vagy megvan a gyógyító erő, tisztázódik valami. Azon kívül, ha eddig volt a belső feszültség, akkor ezáltal a holdház által, illetve a hold hatása alatt megnyugszol, és meg lesz a belső nyugalom, a belső egyensúly. Remélem, hogy nálam is lesz gyógyulás, és legközelebb személyesen köszöntelek titeket. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!